Sziasztok, Frid vagyok, és ebben a videóban erről a Wellbond PA368-as állványfejről lesz szó. Amit a sliderre vettem, mert hogy eddig csak egy fotós gömbfejem volt. Ami a lényeg, hogy a doboz tartalma maga. Az állványfej, ami még egy hasznos dolog, hogy van benne egy kis menetátalakító csavar, amivel rendes állványra is föl tudjuk tenni, aminek nem leszedhető a feje. Ugye nem a cseretalpra gondolok itt. És arra a cseretalpra tudjuk lecsavarozni. Kapunk még egy kis csavart. Ugye a karhoz, ami hosszúságra elég jó és stabil mozgatást biztosít. A kart csak bedugjuk, ugye a fejben tudjuk állítani, hogy nekünk hogy a legjobb, és utána csak becsavarjuk. Azért ezt választottam, mert az előző videóban látott állványomnak is ez a feje, és én nagyon meg vagyok vele elégedve. Ráadásul ugyanaz a cseretalp, ugye, így nem kell mindig levenni a kameráról. Gyorsan be is csattan. Rakjuk fel a sliderre, mivel ezen lesz, alul meghúzzuk, hogy ne bírjon forogni. És feltekerjük. Ameddig meg nem áll. Utána kilazítjuk. És már forog is. Ugye ez is fluidos, tehát hangtalan, és van ellenállása, ezzel azt lehet kiküszöbölni, hogy nem tudjuk rángatni, és sokkal jobban és tovább bírja majd a fej, kevésbé használódik el annyira. A slidert is kilazítjuk. És tök jól lehet majd vele videózni. Plusz még a kar miatt ugye nem lesz az, hogy mint amikor a kamerát tolod, hogy dadog a felvétel, hanem szép egyenletes mozgást lehet csinálni. Plusz még mivel videós fej, forgatni is tudod. Lássuk ezt a gyakorlatba. Ez lett volna a bemutató videó, szerintem 20 000 forintért egy teljesen vállalható darab,
amit nem értek, hogy ugyanez a fej állványon 23.000 forint, de mindegy, mert a célnak teljes mértékben megfelel. Köszönöm, hogy megnéztétek, itt voltam.